A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit. Ma is beszélgetünk a magyar és a fehérvári sport aktuális kérdéseiről, érdekességeiről, remélhetőleg olyan témákról, amelyek sokakat foglalkoztatnak, és itt van velünk ehhez ismét a székesfehérvári sport múltja, jelene, jövője, mindenki. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Gál Péter Pát, a Fehérvár V19 sportklub elnökét, korábbi önkormányzati képviselőt, itt van velünk Juhász László, Videóton baráti kör vezetője, jelenlegi önkormányzati képviselő, és Németh Krisztián, a Média Centrum és a FEOL munkatársa, jövőben. Ezt a poént el akartam sütni, hogy Krisztián, nem tudom, ambicionálod-e a városvezetői munkásságot, de hogyha már így mutattalak be, akkor a sor végén a jövőnek kell következnie. Ki tudja, még az is lehet, hogy egyszer így alakul. Amit viszont most már biztosan tudunk, és az előző adás végén elejtett fonalat újra felvéve, ugye akkor arról beszéltünk, hogy a labdarúgó válogatott az Európa-bajnoki sorsolás előtt áll. Vannak azért természetesen ennek is fehérvári vonatkozásai, és talán majd beszélünk róla, hogy reményeink szerint ki lehet az, aki esetleg a Vidiből, a fehérvári foci csapatból lesz ott Németországban jövőre, ahol a magyar válogatott ugye az Európa-bajnokságon szerepel, és most már azt is tudjuk, hogy milyen menetrend szerint és milyen ellenfelekkel játszik majd Marco Rossi csapata. Múlt héten nem ti voltatok, kicsit beszélgettünk az akkori vendégeinkkel, hogy milyen lenne az álomsorsolás, mi lenne az ideális, vagy kiket nem szeretnénk semmiképpen ellenfélnek, majd mindjárt akkor részletezzük is, nálatok mennyire jöttek be az ezzel kapcsolatos reménykedések, vagy tippelések, általában mindenki nagyon mellé lőtt azért, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Mehetünk sorba. Kérdőn nyugodt a teát, a sportához. Jaj, a focihoz. Ja, hát igazából én nem is annyira agyaltam rajta, kit kaphatunk, kit nem kaphatunk, mondom, majd a tényszerű lesz. Ez már az átigazás az azonban is így vagyok, hogy mindig kérdezik, hogy hallom-e, hogy ki jön a Vidibe, ki nem, mondom, engem tök hidege, hogy mindig a tényeket szeretem, az kész. De azért olyan neveket ott könnyű mondani, akik biztos nem jönnek. Itt azért igen, legalább adott volt egy. Igen, itt azért adott volt. Én azért azt gondolom, hogy a figyelem Magyarországra, vagy magyar labdarúgóvállalatra irányuljon. Ehhez jó, hogy egy Németország a rendezőt kaptuk. Én már csak azt sem nem a nyitó meccs, amilyen, ilyen értelemben. Tehát ezzel, ez, hogy a figyelem ránk irányuljon, szerintem ez nem rossz, ez a Németország. Játéktudás szempontjából az elmúlt időszakban azért partiba voltunk velük. A másik két csapatot mondhatjuk a sötét lónak is. Egyik sem könnyű, egyik sem lefutott, de egyik sem verhetetlen ellenfél. Tehát itt azt hiszem, hogy a csoport harmadikak közül is vannak továbbjutók, természetesen nem abba gondolkodnék én is, de maradjunk a földön, ahogy Marco Rossi mondta. Ebből a csoportból reméljük, hogy továbbjutunk, és reméljük, hogy minden jobb pozícióba. Én nem bánom ezt a sorsolást, úgy, ahogy másikat sem bántam volna. A Svájcról mindig eszembe jut, hogy Kovács Kálmán annak idején a magyar televízió szakértőjeként azt mondta egy torna előtt, hogy Svájc a titkos favorit, azon a tornán speciál nem volt a Svájc, úgyhogy az egy kicsit ilyen legendássá vált. Most viszont tényleg akár mondhatjuk is, de reméljük, hogy nem azok lesznek. Nem tudom, most a norvégoktól reménykedem titokban meglepetésben, akik szintén nem lesznek ott. De a második kalapból húzták a magyar válogatottat, ez nagyjából azért kijelölte, hogy lesz egy papíron esélyesebb ellenfél, és akkor, amikor találgattuk, hogy ki az, aki mondjuk az első kalapból azért verhetőnek jöhetne, hát tényleg sokan mondták a németeket, ami elsősorban az indokol nyilván, hogy a közelmúltban nem voltunk rosszak ellenük, meg az ő eredménysoruk mostanában még Németországban is komoly viharokat kavar. Én nem tudom, én azért úgy vagyok vele, hogy egy német válogatottal Németországban tétmérkőzésen találkozni, az azért általában nem az ellenfeleknek kedvez, és még hogyha nagyon leszakmaizzuk is, hogy most éppen miben gyengék, hogy áll a generációváltás, meg a szövetségkapitányváltás, azért Európa egyik elismert a fiatal generációt képviselő edzője ül majd a kispadukon. Én nem hiszem, hogy mi úgy tudunk ott kifutni, hogy a magyar válogatott ne lenne A-tól Z-ig, vagy Dibusztól, nem tudom, a befejező csatárig, aki még nem tudom, ki lesz kielemezve.
Szóval, hogy én úgy vagyok vele, hogy azért a németekkel nem olyan nagyon jó dolog összekerülni egy németországi tornán. Outsider futballszurkolóként azt tudom mondani, hogy neked először is a sorsásra Lacival teljesen egyetértek. Szerintem, amit a gép dobott, arra kell felkészülni. Ez a válogatott azért már futballszinten az utóbbi pár évben bebizonyította, hogy a neki sorsolt ellenfelekkel képes kiki meccseket vívni, pont a németekkel egyébként. Hogy ki mekkora nyomás lesz, ez a sportban nagyon érdekes dolog. Azzal, hogy a németeket kaptuk és a házigazdákkal kell mérkőznünk, az nyilván egy kiemelt kihívás minden válogatottnak Németországban a németekkel lejátszani. Másrészt a németeknek viszont egy kötelező feladattá válik szinte minden csoportmeccs közt majd a mi srácaink elleni is, és azért azt is kezelni kell. Nyilván lesz rajtunk nyomás, én emlékszem még gondolom a többiek is emlékeznek még a korábbi tétmeccsekre, amikor mindenféle befutkorászással próbáltak minket megzavarni. Szinte mindent megengedtek a lelátón a kvázi német szurkolótábornak egy ellenünk való mérkőzésen. Lehet, hogy ezek most is lesznek, ki jött ki belőle jobban akkor is mi. Ami nem öl meg, az megerősít, és szerintem a németek ellen kvázi megtanultunk focizni, úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet bizakodni, nem elbizakodottnak lenni, de lehet bizakodni abban, hogy képesek vagyunk a németek ellen egy hazai elbén is egy jó kiki meccset játszani. Hát ugye legutóbb, amikor valóban az Európa-bajnokságon találkoztunk velük, nyilván az a csoport összesen hasonlítható a jelenlegivel, hiszen ugye a részben hazai EB-n Portugália, Németország és Franciaország volt az ellenfelünk, ez pedig hát ennél nehezebbet azért nehéz elképzelni, mégis úgy állt a helyzet ott ugye Schäfer András gólja után, hogy a németek kétségbe esetten támadtak, sőt a végén a döntetlent őrizték, hogy ők jussanak tovább a csoportból. Úgyhogy van ilyen emlékezetes momentum, azóta a Nemzetek Ligájában szintén sikerült ellenük sikerélményt szerezni. Ezzel együtt én tartom az álláspontomat, hogy emlékszem olyan eseményekre, amikor a házigazdákkal játszottunk, most hirtelen lehet, hogy aztán csak a 78-as argentinai VB, amikor már voltam elég öreg, vagyok elég öreg, hogy emlékezzek rá. Nem jó omen, de legalább nem velük kezdünk. Krisztián, te kit választottál volna az első kalapból? Én őszintén szóval csatlakoznék az előttem szólókhoz. Nekem teljesen mindegy, hogy mi volt, mert szerintem is maximálisan versenyképes a csapatunk, és azért szerintem ez is valami, hogy hosszú évtizedek után úgy egyrészt meg tudtunk nézni ismét most már zsinórban harmadszor egy EB sorsolást, de most már úgy, hogy ez, amit dob a gép, azt mi elfogadjuk. Második kalap. Igen, arra a csapat fel fog készülni, és jók leszünk, ebben szerintem maximálisan reménykedhetünk. Itt az elbizakodottság kérdése az, ami szerintem egy éles dolog lehet, annál is inkább, mert a közvélemény azért szerintem ezt a kis medált, ezt rá fogja rakni a csapatra, vagy ezt a terhet rá fogja rakni, hogy minimum azért jussunk tovább a csoportból, sőt, még annál is tovább. Ez lehet szerintem egy gyenge pont, bár egyébként Szoboszlai megnyilvánulásait, a csapatkapitány megnyilvánulásait elnézve szerintem ezt jól kezelik, legalábbis Szoboszlai egészen biztosan remekül kezeli. Másfelől meg azért addig még sok idő van, és sok meccs, klubmeccs, ami meg lehet sérülni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon vékony jég, szerintem valamennyi játékos számára, és azért ne felejtsük el, Szoboszlai nem lehetett ott 21-ben. Kalmár Zsolt most sérült meg, szóval hosszú még az idő sajnos az élményekig. És ez a jég talán a mi csapatunk alatt vékonyabb egy kicsit, hiszen tudod, hogy azért Marco Rossi nem olyan minőség, vagy nem, inkább nem olyan mennyiségű állományból válogathat, hogy bárki helyettesíthető lenne. Reméljük, hogy tényleg az optimális állapotokról beszélhetünk majd nem sokkal az EB előtt. Már amennyiben optimális, hogy mondjuk nem tudom, mondjuk Szoboszlai 40-50 tétmérkőzéssel a lábában pihenés nélkül megy majd az Európa-bajnokságra, de hát ez kivéthetetlen. Egyébként ebből a kvartetből én Svájcot érzem a leginkább, a magyar válogatott mellett Svájc válogatottját érzem a legerősebbnek. A németeket semmiképpen. Hát akkor csoportdöntővel kezdünk majd rögtön. Ugyanis nagyon érdekes, hogy az első meccs mit játszanak a
a németek, tehát ennyi érdekes, mert véletlenül ott megcsúsznak akkor ellenünk, ugye az, az egy, egyrészt teher is rajtuk, hát a, másrészről pedig most, most már ez pályán a, muszáj lesz alkotniuk. Most már ez a teher ugye nem először kerül elő, Peti említette pont a németek kapcsán, hogy nyilván egy óriási elvárás alatt fognak játszani. Krisztián mondta, hogy a magyar válogatottra is mi fogjuk majd szépen rápakolni ezt az elvárást, mert kétségtelen, hogy nagyon szereti ez az ország most ezt a csapatot, mondhatjuk is, hogy szerethető végre valódi tartalommal megtöltve, ugye nem a korábbi kudarcok esetén mondott ilyen alibi felmentéshez, hanem valóban. Majd vonulnak a magyar szurkolók nyilván Köln és Stuttgart utcáin is, ahogy azt megszokhattuk, de mindez azt is jelenti, hogy tényleg mindenki nagyon várni is fogja, hogy hát gyerekek, hát megnyertük a csoportunkat, veretlenül, időtlen idők óta ki se kapott ez a válogatott, de nehogy már egy Svájc jelentse majd problémát, és hát valóban ezt azért kezelni kell tudni. Amit pedig Laci mond, az is igaz, hogyha a németek, én abban bízom, hogy a németek a világtornákon mindig a világ lúzereit játszó skótokkal játszanak először. Ugye a skótokról tudni kell, hogy soha nem jutottak még túl a csoportjukból semmilyen világeseményen, bár voltak jó néhányon. De hogyha őket a németek megverik, akkor a második mérkőzésükön, amit ugye a magyar válogatottal játszanak, talán majd már nem lesz akkora kényszer rajtuk, és talán ez nekünk is segíthet. Úgyhogy nem tudom összességében milyen legyen a megítélés, de én is azt mondom, hogy azért a válogatott tovább tud jutni ebből a csoportból. Hát azért a Lacihoz csatlakozva egy kicsit a nyitó meccsekről, ha így filozofázatunk, az egy jogos félelem, hogy emlékeim szerint és a hajam már mutatja talán, hogy azért átértem már néhány VB-t és EB-t, főleg olyanokat, ahol nem voltunk ott sajnos egyébként, nyilván koromnál fogva, de azért nézzük csak a nyitó meccseket a legutóbbi világbajnokságon, mi is történt az argentinok első mérkőzésén. Azt hittük, hogy szétszalad az a csapat, a végén pedig történelmileg föl tudta emelni Messi azt a trófeát. Szóval a nyitó meccsek soha nem, nagyon ritkán hozzák a kvázi a házigazda sima győzelmét. A nyitó meccs az mindig egy érdekes koreográfiájú dolog, ezért valós az a félelmünk, valós lehet az a félelmünk, hogy egy nyitó meccsen kevésbé produkáló német válogatott jön majd szembe a mi srácainkkal egy fertüzelt, viszont lehet, hogy pontosan egy olyan pressz alatt játszó német válogatott, amelyet taktikusan, okosan kizárva a lelátói vagy bármilyen külső körülmény. Ez a nagyon egyébként, és Marco Rossi dicsérete ez többek között, meg az ő stábjának, hogy egy nagyon taktikusan és fegyelmezetten is játszani képes magyar válogatott van az utóbbi években. Szerintem kezelni fogja tudni ezt is. Remélem azt a nyomást is egyébként, ami szintén elhangzott itt előttem, amit mi magunk is képesek vagyunk rárakni. Hát a magyar egy eleve futballszerető, egy sportszerető nemzet, és ha megcsillan valami remény, akkor nagyon eufórikus hangulatba tudunk kerülni mindannyian. És ez valóban jelenthet egy olyan terhet esetleg a válogatottra, amivel eddig nem kellett megbirkózni a korábbi két EB-n. Azért tényleg a csoportgyőzelem és a 23-as évbeni veretlenség, azért ezek tényleg olyan szurkolói álmokat megindító dolgok. Remélem mindenki józan tud maradni, és azért a realitásokat mindenki látja, például Svájccal kapcsolatban, amit én is osztok, hogy ez a svájci csapat azért az utóbbi évtizedben elég markáns szereplővé lépett elő az európai futballban. Úgyhogy én azt várom, hogy például ők minimum egy Németország erősségű csapatként állnak majd velünk szembe, úgyhogy föl kell kötni azért, amit fel kell. De egyébként ebben a csoportban megverünk mindenkit, biztos, hogy kapunk néhány zárt kapus meccset a Puskásban. Hát, lehet, azt már akkor kapunk, ha németeket megverjük. Ha már zárt kapus meccset mondta, akkor az előbb az legelső kérdésre visszatérve egy külön érdekesség lett volna szerintem egy Romániát kapni, de szerencsére nem kaptuk, mert akkor lehet, hogy lett volna zárt kapus meccs. Romániát pont nem kaphattuk volna, mert második kalaposok voltak. Gyorsan betették egy kalapba velünk. De behelyettesíthetjük Szlovákiával is akár. A Szlovákia annak idején ez is felmerült, ugyanaz, hogy találkoztató. Ebből a szempontból, igen, bocsánat. Így. Nem tudom, szerintem azért bizonyította már a magyar válogatott szurkoló tábor, hogy bárki ellen össze tud hozni egy zárt kaput, de közben megnézhetjük, itt van a teljes csoportbeosztás, és csak így gyorsan átfutva nem fogjuk a csoportokat most elemezgetni, tényleg teljesen felesleges, de ugye mindig mondják, hogy van egy halálcsoport, szerintem nem a miénk az azért, még ha tényleg minden ellenfél kemény is. De ugye a B-ben a spanyolok, a horvátok és az olaszok, azzal az albán válogatottal, amelyiknek szintén egészen komoly ligákban játszó és mostában nagyon markáns eredményeket felvonultató játékosaik vannak, az szerintem sokkal keményebb, mint ahogy egyébként akár a francia, osztrák, holland hármas is, mindegy, hogy milyen selejtezős ellenféllel egészül ki.
az sem lesz könnyű, és szerintem még az angoloknak is a nagyon jó dánokkal és az általunk is megismert szerbekkel azért meg fognak szenvedni, úgyhogy lehetett volna ez rosszabb. Így van. Meglátjuk. A B, az nagyon, a B csoport nagyon kemény. Most azt tűnik a... Az nagyon durva. Az spanyol, albán, horvát, olasz? Az nagyon durva. Hát mindenképp azt tűnik most a jelen állszerint. Jó, de hát szerencsétlen olaszok épp, hogy kiszenvedték magukat. Igaz, hogy ők a címvédő. Igen, hát olasz azért olasz, na ne felejtsd. Úgy, mint a németnél is mondtuk, a német az német, főleg az éppen, de az olasz is olasz mindig. Tehát azért még fél évig sok idő van ebbre is. Tehát ők is a horvátoknál meg már gyakorlatilag egy évtizede várjuk, hogy kiöregszik ez a generáció, de valahogy egyet még mindig rápakolnak, és aztán odaérnek a legutóbb is ugye egészen a bronzéremig a világbajnokságon. Úgyhogy tényleg az egy nagyon súlyos csoport lesz. Na, kössünk egy kicsit át Fehérvárra olyan szempontból, hogy, hogy ki lehet ott vajon fehérvári játékosként. Ugye a selejtezőkön Fiola, amíg egészséges volt, Kalmár, aki szintén most éppen sérüléssel bajlódik, de be tudott szállni, miután felépült az előző sérüléséből. Ők képviselték rendszeresen a fehérvári színeket, valamint a jelenlegi fehérvári színeket, azért Szoboszlai Dominiket nyugodtan érezzük a magunkénak, vagy akár Bolla Bendegúzt is ugye a volt főnixesek közül. Mennyi esélyt láttok rá, hogy a most éppen felfelé szálló ágba került Vidiből Marco Rossi valakire majd rámutat? Kalmárnak szerintem mindenképp jó lenne, ott lenne helye a sérülékenység, azért sajnos azt ki kell mondjunk, hogy lassan már ilyen sorozatnak mondhatjuk. Illetve a Fityó még kérdés, hogy befér-e ebbe a rossz is elképzelésbe, ha valami, akkor még erre az EB-re elképzelhető, és utána szerintem ott is már... Főleg a védelemben azért kell a stabilitást Marco Rossinak. Ott őket mindenképp el tudom képzelni. Azt az újoncok közül azért egy katonának azért lehet esélye szerintem, hogyha tavasszal is ilyen jó teljesítmény nyújt folyamatosan, tartósan. Én mindenképp az őszemberének tartom őt a Vidibe, a kapussal együtt, ugye ezt hangsúlyozom, de kapus poszton azért talán nehezebb oda kerülni, tehát főleg első számúnak, vagy játszónak is, de őket mindenképp. De ha már mondtad a Szoboszlait Fehérvári vonatkozásban, akkor ne felejtsük el a Lovasberény születésű nagy Zsoltit. Úgyhogy én ugye múltkor ezt mondtam, hogy egyszer három Fehérvári volt a pályán, Bolla, Nagy Zsolt és Szoboszlai, tehát ne felejtsük el, hogy sok Fehérvári vonatkozás lett. Volt olyan mérkőzés, ahol Szoboszlai, és Bolla is, hát igen. Igen, és még Csobot is volt, tehát volt, amikor Bolla, Szoboszlai, Csobot, tehát a Phoenix 2000-es egészen parádés generációjának a három égköve egyszerre lépett pályára a válogatottban, ami azért mindenképpen egy óriási pozitív minősítés ugye a kis utánpótlás nevelő egyesületnek. Nem tudom, valóban én is úgy vagyok vele, hogy akár katona, azzal a bal lábbal, amivel itt néha varázsolt a Vidiben. Ugye Sön Szabolcs is volt korábban válogatott, pont az Európa-bajnokságon legutóbb még őrjöntünk ott a gólja után Portugália ellen, csak sajnos les volt, úgyhogy nem adták meg, de akkor még nem volt a Fehérvár játékosa. Hát a nagy kérdés nyilván mindig az, hogy milyen formában vannak ezek a labdarúgók. Most a Vidit elnézve éppensége, ha most kéne válogatni, akkor nyugodt szívvel mondhatnánk. De hát ez még hosszú lesz ez a szezon azért. Sőn Szabolcs, hogy se felejtsük azért, igen, az alát teszem, hiszen ebbe a hát új, valamennyire picit új szerepkörre van a Vidin belül is, és egyelőre itt a rendszer így vele együtt így most jól működik. Mondogatják, hogy ezek a laptop edzők, hogy Nagelsmann legutóbb megtette Havertzet szélsővédőnek a válogatottban, kellően ki is akadtak rajta a németek, lehet, hogy ellenünk már kapus lesz, nem tudom, de lám ugye Zselák is meghúzza ezt, hiszen Sőn gyakorlatilag Fregoli emberként a bal oldalon leföl robotolva, akár szélső védőként is játszik időnként. Igen. Hát amikor legutóbb itt jártam, akkor úgy búcsúztál, egy versikével búcsúztál, vagy egy rimmel búcsúztál a nézőktől, ugye akkor az Újpest elleni meccs előtt állt a Vidi, és én ugye felvetettem, hogy Fiola Attila azért kijárna neki egy aranylabda előbb-utóbb, és akkor erre te úgy búcsúztál, hogy, és most itt Somos Zoltán kiváló pennájával ékeskedem, hogy megverjük a violákat, aranylabdát Fiolának, ugye? Ebből az első bejött, tehát akkor most jön a második szakasz a versnek Fiolának, én szerintem nagyon helye van a válogatottban is. Hát érdemei elismerése veled mindenképpen, de tudjuk, hogy talán valóban ő azt a mentalitást, azt a küzdő szellemet testesíti meg, ami a leginkább jellemző volt a jó időkben a Vidire is, és hát a válogatottra mindenképpen, mert nem az a labdát a fülén táncoltató, viszont tényleg mindenféle párharcba brutálisan és kompromisszum nélkül beleálló játékos. Az ilyet azért szeretik a szurkolók, amikor
nem a miénk a világverő válogatott, de bárki ellen oda állhatunk keményen. Igen, és bevágja a gólt a franciáknak. Hát ugye? Arról nem is beszélve. Ugyebár. Most még 4 óra vár ez a feladat a következőkben. Vagy tényleg érdekes lenne, hogy Németország ellen egy kis dárdainak a góljával, hogy még ott sem elképzelhetetlen, hogy valaki átjön a magyar válogatottba a família tagjai közül. Okay. Jó, hát meglátjuk. Maradjunk egy kicsit még akkor a Vidinél, mert az elmúlt hetekben, hál' Istennek, ugye jó szókat mondhattunk, és tényleg megérdemelte a csapat a dicséretet. Most legutóbb éppen úgy sikerült megverni a Puskás Akadémiát, hogy megnéztem előtt a statisztikát, 10 meccs óta nem nyert a Vidi a felcsutiak ellen, ami azért egy 3 éves sorozatot jelentett. Kicsit ilyen nehezen mondja ki ezzel, hogy a mumusa lett volna mondjuk a Puskás Akadémia Fehérvárnak, de hát az akadémistákat, tehát ezeket a ifjú magyar akadémistákat, nem tudom, Finnországtól Gabonig volt ott akadémista, csak magyar nem nagyon a csapatukban, sikerült legyőzni, és ez megint egy olyan meccs volt, ami nekem azt mutatta, hogy most éppen megvan ez a flow. Tehát nem tudom, hogy ez már egy megalapozott szakmai és bizakodásra okot adó sorozata, vagy tényleg most csak elkapott egy jó szériát a Vidi, mert a magyar bajnokságban azért nem lehet biztosra menni, de hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy most úgy tök egyben van a csapat. Abszolút ezt látom én is, tehát teljes mértékben. És hogy ez a flow, hogyha ezt a szót használtuk, hogy marad-e, hát erre pont gyönyörű lenne az íra a pont, ugye a szezon utolsó mérkőzése jövő héten, ugye 16-án a Paks ellen jelenleg is listavezető. De még addig Mezőkövesd lesz. Mezőkövesd is lesz, csak az íra a pontot, a 2 meccs van vissza, a Mezőkövesd, lássuk, mi történik, de az, hogy még jó eséllyel valószínűleg lehet, hogy a Paks lesz a listavezető 2 hét múlva is, minden most biztos, hogy listavezető. Az utolsó téli vagy az őszi fordulót a Paks ellen be tudnánk azért pályán húzni, hát akkor aztán mondhatják, hogy ez nem egy flow, hanem ez most már tényleg tartós állapot, de hát igen, van egy Mezőkövesd meccs is. Igen, de valahogy összeállt ez az új rendszer, azok az új játékosok beépítésre kerültek, akikről mondjuk még itt augusztus-szeptemberben nem beszélhettünk, mert nem is voltak még a Vidibe akár Kalmár, bár mondja, most kiesett, vagy akár Gergényit, vagy akár a Tóth Balást mondhatjuk, vagy akár az új posztján a Sön Szabit, tehát így sorolhatnánk, hogy azért ez egy új csapat lett tényleg, tehát azért augusztus-szeptemberben még a tavalyi csapatból építkezés volt nagyjából, azóta azért az új emberek beépítésre kerültek, és úgy néz ki, hogy ez jól működik ez a rendszer. Ugye, ami nagyon érdekes kérdés ebben, és ha már itt van egy klubvezető, akkor mindenképpen fel is akarom tenni, hogy amikor van egy olyan sorozata egy csapatnak, és itt azért, hogy elkezdődött ez a szezon még itt is rendszeresen, kicsit ironikusan, kicsit talán cinikusan, meg hát kellően nekikeseredetten visszautalva az előző szezon szenvedéseire, mi is osztottuk rendesen akár Zselakot, akár a csapatot, az igazolásokat, stb. Most pedig úgy tűnik, hogy hirtelen ő lett ugye szurkolók kedvence is, nagyon elfogadtatta magát a svéd-lengyel szakember, tehát hogy azért klubvezetőként nem lehet könnyű egy olyan helyzetben, amikor éppen nem megy a csapatnak, és elős a nyomás, hogy személyi döntést hozzál, még akkor is, hogyha netán személy szerint esetleg bízol is az edzőben, de hát ennek a klubnak, mint hogy sok más klubnak is a története, ugye tele van közelmúltbeli edzőváltásokkal. Itt nem jellemző a türelem. Itt majdnem kiestél, megint rossz vagy, megint követelik a szurkolók, hogy akkor tessék változtatni. Szóval, hogy ilyenkor türelmesnek lenni, vagy egy népszerű döntést hozni, ez egy ilyen nagyon vékony mezsgye, hogy melyiket választja az ember. Ezek a nehézségből fakadó szépségei a klubvezetői létnek egyébként. Szerintem a kérdés mögött azért, amit próbáltál pedzegetni, az nagyon ott van ebben a történetben, és amit én ki is emelnék, mint mondjuk egy másik fehérvári klubot vezető személy, hogy megvan-e benned az a fajta türelem és állhatatosság, hogy kitartasz a döntéseid mellett. De azért intuíció is kell, nem? Tehát, hogy valami igen, megérzés. Az is kell. Én most ezt látom, tehát erre akartam kiugadni igazából, nem belelátva a Fehérvári testvérklubunk napi életébe és a döntési folyamataiba, de azt látom, hogy most volt egy olyan pillanat, amikor mindenféle külső nyomásra az új edzővel, Zselákkal sem jól sikerült tavaszi zárást követően nem került sor ismét egy azonnali személycserére, hanem megvolt az a fajta türelem, amit mi nálunk a hokiban, a saját klubunkban azért Szélig Viktorral igyekszünk most már
tartósan a filozófiánkát tenni, hogy nem szabad az első szíre szóra cserélni. Természetesen annak alapos oka van, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell meghozni személyi változásokat, de hogyha nem engedsz olyan külső nyomásnak, ami nem valós igazából, hanem esetleg csak érzelmeken alapul, és kitartasz a hideg fejjel, és józanul a saját szakmai stáboddal kiértékelve a történeteket meghozni, az sokszor visszaigazolódik. Persze ehhez nyilván kell az, hogy egy csapat egyszer csak megnyerjen egy meccset, aztán egy második meccset, újra megízlelje azt, hogy a győzelmek mit jelentenek. Higgyen abban egy csapat, hogy a szakmai stábja által kért taktika, feladatok, azok a pályán betartva eredményt hoznak. Ez sok apró dologból tevődik ez össze, de ez az első lépés szerintem, ami pozitív irányba történhetett a Vidinél, hogy türelmesek voltak, hittek abban, hogy érdemes megpróbálni a folytatást. Nekünk, tehát mindig eszembe jut az, amit az egyik észak-amerikai jó nevű edzőnk mondott itt Fehérváron, hogyha túl sokszor hallgatsz a szurkolókra a döntéseid előtt, akkor pillanatok alatt köztük találod magad. Tehát akkor a te munkád fog megkérdeződni, és te magad fogsz távozni. Tehát nem, ahogy az edző sem hallgat a szurkolóra, a szakmai stábnak, a klubvezetéseknek sem szabad feltétlenül az ad-hoc szurkolói nyomás hatására döntést hozni. Szerintem ez a Zselák történet ezt igazolja valahol egy kicsit. Azért nagyon érdekes tényleg, hogy milyen apró momentumok dönthetnek. Nyilván mi sem látunk bele a napi működésbe, de ugye felmerült vagy elhangzott ilyen kvázi bizalmas vagy belső vagy valahonnan szerzett információként még a szezon elején, ugye, hogy Zseláknak a szerződése olyan volt, ami nagyon sokba került volna, hogyha felbontják, ami egy részbeni kényszer a klubvezetésnél, főleg mikor nyilvánosan mondja ki a tulajdonos, hogy egyébként most kicsit vissza kell venni az eddig megszokott költekezésből. Tehát még az is lehet, hogy egy ilyen kényszer tartotta őt a helyén. Nem volt azért egyértelmű a megítélése a szurkolók között sem, de hát van, amikor ez meg jósul el. Mert ha őszintén belegondolok, hogy esetleg hoztak volna helyére bármilyen anyagi áldozat árán edzőt, ismerve itt az elmúlt évek történéseit, semmi garancia nincs, hogy olyanba nyúlsz bele, akivel aztán minden sokkal jobb lesz. És még plusz egy adalék, ugye, hogy sportigazgatója sincs a mai napig a Vidinek, tehát még azt is lehet mondani, hogy leváltani se volt ki, leváltsa Zserákot, bár nyilván bárki kirúghatja, aki fölötte áll a hivatali ranglétrán. A káosz néha jó dolgokat szül. Ami érdekesség, hogy az SMTK meccs utáni sportigazgatói váltáskor, hogy valószínűleg, vagy ki tudja, mi történhetett volna, hogyha nem. Tehát lehet, hogy szerencse volt, hogy itt maradt, most úgy néz ki utólag, hogy ez jó, ez nekünk mindenképp. De a szurkolói érzelmekre hatva mindenképp egy gondolatot ide szeretnék hozni, hogy ugye az előbb, ha már Peti mondta ezt a szurkoló, szerint ki a jó játékos, vagy edző akár, ugye most a játékos fele megyek, hogy ugye a Kovács Dani féle történetet ismerjük, hogy szerintem amit én látom azokat az üzeneteket, és nem szeretném sem felolvasni, sem idézni, nem az én tisztem, amiket szurkolóknak ő küldött el. Két szó lesz tudom mondani, hogy nem normális. Tehát ha ez egy klubvezető kezébe kerülne, vagy kerültek el, nem tudom, vagy kerülne, én szerintem azon egy szerződésbontás, attól a kapustól, vagy mi volt az előzménye? Most tényleg ne menjünk el ennek a történetnek a részleteibe. Nem is ezt fel akartam, hanem csak a szurkolói. Nem azzal kell fel Kovács Dani egyik nap, hogy most akkor elküldök ilyen szurkolót az anyjába. De most a szurkolói érzésekről egyrészt volt a Kovács Dani is kérdés, most van egy ilyen érdekesség, és ebből akartam átvezetni, hogy a másik, akit nagyon sokan távadnak, és én azért védeni szeretném ebbe a helyzetbe, a Kodrót. Tehát, hogy a Kodrót is folyamatosan a közönség, most ha a Kovács Dani kiesik a Pixisből, akkor lehet, hogy ő a következő, akit mindig megtalálunk. Mindig minden csapatban van egy játékos. És a Kodra esetében egy érdekességként tényleg az ide akarom hozni, hogy most már 8. góljára járós, igaz, asszisztba kevés, mert azt hiszem egyet hozott, asszisztot talán, vagy lehet, hogy kettőt, nem tudom. És harmadik helyen, vagy első helyen áll jelenleg a Holt versenyben a góllövőlistán. Taj Holt versenyben a nagy orosz csapatunkból harmadik volt, előtte pedig második volt. És ez a baj, hogy Holt versenyben, Laci, az nem elég. Ne legyen Holt versenyben, rúgjon már többet egyen. Ezt csak a szurkolói érzésekre jutott ez a Kodra esete eszembe, hogy igen, játszatni ezt a palit, mert én is azt gondolom, hogy sokszor úgy tűnik, mintha
nem jó játszana, vagy nem olyan, de hogyha egy statisztikát néz, és most már 3 éves fehérvári statisztikát nézhetünk jó. nála, hát gyakorlatilag a dobogón van a pali folyamatosan. A csatár könnyű helyzetben van olyan szempontból, hogy a mondjuk a szakmai kritikát, vagy szurkolói kritika mellé oda tudja tenni a góljai számát, és azt mondja, hogy rúgtam 8 gólt. Lehet, hogy emellett egyébként Pocsékú játszik, mert azt az edző tudja, vagy a csapat tudja, hogy pontosan mi lenne a feladata, az is lehet, hogy nem tudom, a fél csapat barátnőjét elszerette, tehát történtek olyan dolgok, ami miatt egy csatár nem népszerű, vagy egy játékos. Kovács Daninak nehezebb dolga van a kapusnak, ugye mindig a góljaira, a kapott gólokra emlékezünk, nem arra, hogy hányat lőtt. De mondom, nem akarok ebbe a dologba belemenni, itt valamiért ez elkezdődött. Nyilván nem Kovács Dani volt az első, aki először az SMS-t elküldte, kapott ő azért rendesen. Ami számomra egészen furcsa az, hogy nincs megbocsájtás. Tehát, hogy beszélünk Kodróról, beszélünk Zselákról, mindenki kapott már, meg el is küldték volna a szurkolók. Itt most ugye ő bocsánatot kért, elismerte a hibáját, és akkor a legutóbbi meccsen ugyanúgy, egyébként teljesen indiferens helyzetben, nekem ez érthetetlen, hogy vezet a Vidi a Puskás Akadémia ellen, és akkor fölhangzik a nézőtéren a Kovács Danit gyalázó rigmus, ami nem tudom, hogy valójában mennyire tartozott hozzá az ez a meccshez. Az egy dolog, hogy egyet értek-e vele, vagy nem, hogy milyen rigmus, vagy mi vonzott el, de szerintem itt a klub azért nem jól reagálta le azt, hogy gyakorlatilag eltelt egy csomó időszak, nagyjából már majdnem elfelejtette mindenki ezt a sztorit, és erre kijön egy értetetlen időpontba, szituba, kijön egy ilyen klub közlemény, utána az a bocsánatkérés, ha már kirakta, akkor miért éppen az NSO-val hozatjuk le, és miért nem ugyanúgy a klub oldalán jön. Viszont milyen divat lett belőle? Utána Veszprém, kézilabda, Hupikékbe ugyanez, szurkolók, most cikizik, és a klubvezető kilátásba helyezte, hogy ki fogja tiltani azokat a szurkolókat, akik a saját kapusukat szidják, akár közvetve is. Tehát valahogy most itt van egy klubvezető. Tessék, hogy hogyan éled meg ezt? Na, könnyű pillanatok. Menjünk visszafele. A Veszprémi történetet klubvezetőként nem értem. Bocsánat, csak elmondom, aki esetleg nem tud, de ugye annyi történt, hogy a Veszprém játszott egy nagyszerű BL meccset a Barcelonával, a csapat kapusának a teljesítményével nem voltak elégedettek a szurkolók, és a posztrivális másik kapus nevét kezdték el skandálni, minthogyha azt mondták volna a kapusnak, hogy takarodja a kapuból. És hát ebből nyilván egy emberi megsértődés lett, a klub pedig igen szigorú közleményben fette meg a szurkolókat emiatt. Én a elnök úr munkáját Veszprémben nagyon tisztelem, becsülöm. Én itt másutat választottam volna, én erre ezt tudom mondani, mert a szurkolónak az én meglátásom szerint joga van egyrészt a pénzért, másrészt azért, mert a szurkolónk kifejezni kvázi a nem tetszését. Annak a stílusával lehet néha vitatkozni, futballpályán, akár kézilabdapályán, akárhol, bármelyik csapatsporták pályáján egyébként, de pont azt tudom erre is mondani, amit az előző percekben feszegettünk, hogy az nem jó, ha mi megbántodunk a szurkolóra, mert kifejezi a véleményét. Én sem ezt mondtam az előbb, én azt mondtam, hogy a szurkoló fejezze ki a véleményét, de a mi dolgunk az, hogy arra mennyiben hallgatunk szakmai téren. Mert a Kodró is azért maradt a keret tagja és azért kezdője a Vidinek, mert a szakma nem fogadta el azt, hogy mondjuk a szurkolók őt is kikezdik és el akarják zavarni, és lám most, igaz, hogy csak társbérletben, ne felháborító, de mégis gólövő listát vezet a magyar bajnokságban, tehát a munkájával igenis oda segítette a Vidit, hogy most harmadik a tabellán. És azért nincs asszisztja, mert egy klasszikus befejező. Ember egyébként, ha jól sejtem. Ilyen más sportága is van. Szóval ezzel nem, ezek nem jó, ezek több. Sokszor minket is felkorbácsolnak az érzelmek nyilván sportvezetőként, meg sokszor a csapatunkat szinte a sajátunknak érezzük, azok a srácok közel állnak hozzánk, hiszen napi szinten dolgozunk velük. Mégis sokkal több higgadság kell, amikor ilyen szurkolói megnyilvánulásokat kezelni akarunk, vagy reagálni akarunk rá. Inkább jobb ilyenkor még 2-3-at aludni a történetre, átgondolni, és azt szerint menni tovább. Szerintem sokkal jobb ezeket öltözön belül, ahogy szokták mondani, klubajtókon belül, irodajtókon belül megbeszélni, átbeszélni, mint nyílt levelekkel még bevonzani a közvéleménynek azt a részét is, amelyik egyébként nem is akart ezzel a te botrányoddal foglalkozni. Hát, speciálisan egyébként azért vannak helyzetek közti különbségek, alapvetően nyilván igazad van abban, hogy a közönség, meg a szurkolók, meg főleg a nyilvánosság bevonásai klub belügyeivel az nem mindig szerencsés.
De mondjuk más az, amikor a játékos teljesítményét kritizálja a szurkoló, mint Kódló, vagy mint a veszprémi kapus esetében, és a Kovács Danival szemben egy, viszont egy magánemberi ellentét, vagy nézeteltérés fajult idáig, amire meg még nem kérdés, hogy egy klubvezetőnek milyen ráhatása van. Nyilván etikailag, akár meg is lehet a szerződtető, hogy egy játékos nem küldözgethet SMS-t a szurkolóknak, nem védhet ilyen szinten mondjuk az előírások ellen, de ez is a klub belügye, hogy Ukrán ezt hogy szankcionálja, viszont hát itt ez nagyon kikerült a nyilvánosságra. Itt azért, bocs, és átadom a szót, mert szerintsem már Marcia, igen, hogy de tényleg olyan stílusba és annyi mennyiségbe tolta, ami egész egyszerűen számomra totálisan felfoghatatlan, hogy csinált ilyet egy játékos. Jó, én csak annyit akartam mondani, hogy azért Kovács Dániel elmúlt szezonbeli teljesítményével kapcsolatban, vagy a korábbi teljesítményével kapcsolatban, szóval, mérsékelt teljesítmény nyújtott a kapuban. Én szerintem, hogyha jobban sikerült volna, akkor nem éleződött volna ki, vagy talán elő sem fordult volna ilyen helyzet. Azért nem ő volt a legerősebb pillére a Vidinek. Ezt leszögezhetjük. De valóban, ahogy te is mondtad, az más, hogyha egy játékos teljesítményét kritizálja a közönség, és más ez a szituáció, én nem tudom pontosan, miről van szó. A kérdés az, hogy ennek mikor lesz vége? Szerintem semmikor az ő esetében egyetlen, mondtam, hogy nem akarok idézni semmit, de hát ő maga fenyegette a szurkolókat. No comment. Tehát ezzel nem fognak túllépni a srácok. Laci, most legyünk őszinték, tehát hogyha most valaki fenyeget valakit, azért futballszurkoló és egyéb relációban ezt fordítva is ismerjük. Tehát azért bőven előfordul, hogy a szurkolók lépnek fel agresszívan, vagy akár fenyegetően. És azzal együtt, amit Peti mond, igaza van, hogy a szurkoló a pénzért, a támogatásáért, a szeretetért cserében nyilván sok mindent megengedhet magának. Na de hát ismerünk a történelemből. Azt, hogy kifejezheti a véleményét, azzal maximálisan nem ért egyet én sem, hogy személyeskedő egy adott sportolót a személyében, a családjában, meg olyan szinten sért sem meg, amit az élet semmilyen területén senki nem tolerál és nem fogad el. Ez itt sem elfogadható. Én szerintem itt talán hiányzott a Kovács Dani és a klub közötti olyan együttműködés, hogy valaki egy kicsit odállt volna a Dani mellé, akár kommunikáció szempontból is egy kicsit, most jó értelemben idézőjelben fogta volna a kezét, vagy húzta volna el a kezét, hogy Dani, nem kell, nem reagálunk személyes SMS-ben. Ez történt múlt héten szinte, hogy a klub megfogta, de ez rossz volt az időzítés. Nyilván elkövetett egy hibát. Én azt gondolom, hogy nyilván elkövetett egy hibát, nyilván senki nem kérdőjelezi meg, hogy nem szabadott volna megtennie. Az, hogy most hányat, meg milyen hangnemben, ez olyan szempontból lényegtelen, hogy a hiba, az hiba akkor is, hogyha egyszer követed el, akkor is, hogyha még ráteszel. Viszont ennek meg lett a következménye, tehát azt nem tudjuk, hogy klubon belül volt ez, nem kommunikálta senki. A szurkolók azóta is szidják. Tehát én szerintem valahol ezen túl kell tudni lépni, főleg, hogyha utána már elnézést kér, neked személy szerint van valakivel egy konfliktusod, akkor azzal lehet lerendezni az illető azt, hogy bocsánat, én voltam a hülye, vagy te azt mondod, hogy túlreagáltam. Ez valahogy itt nem akar megtörténni, és én ezt túlzásnak érzem, főleg mondom akkor, amikor amúgy egy győztes mérkőzésen ezt adja a témát, hogy szidják a pályán sem lévő játékos. Egyébként most tényleg játszunk el a gondolattal, ne legyen így, de mi történik, vagy mi történne akkor, ha megsérül Tóth Balázs a Kövesd ellen? És Kovács Dániel. Kodró beáll a kapuba, és beáll Kovács Dániel a kapuba a helyére. Nem tenne jó szépen a csapatnak se. És a Zolival maximálisan egyetértek, hogy az lenne, hogy ez a téma most már Sztornó lenne, a csapat jó szempelt, harmadik helyen van, de hogy ennek hogy lesz a vége, a Sztornó, hogy lesz vége, az egy más kérdés, de semmiképp nem egészséges, hiszen amit most mondtál. De ebben az esetben egyébként hogyan reagálnátok szerinted, hogyha... Én nem bántottam egyszerűen, én személy szerint nem talált be. Tapsvihar köszönteni a pályára lépő. Én azokat a szurkolói érzéseket, a gondolatokat át tudom érezni, ami miatt ez kiváltotta, és ami miatt ez nem került nyugvópontra, ezt a klub fölfokozta, de nagyon jó a felvetésed, hogy mi történne akkor. A szurkolói csapat, ugye az RB is kvázi csapatként, és most pozitív értelem mondom, hogy falkaként viselkedik, hiszen itt valószínűleg egy szurkoló lett megsértve, és őt akkor kettő, mindegy, és őt védi az egész társaság, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ezen túl kéne lépni, mint hogy nekünk is most már sajnos ezen a témán, mert nem sok időnk marad, de mégiscsak itt van velünk a Fehérvári Jégkoron klub első embere,
Peti Pliko felhívta, mondta egyébként, hogy ő fociról is bármikor, bármennyit nagyon szívesen, úgyhogy nem fog megharagudni, hogy ma kevesebb hangsúly jut rá, de azért tényleg emeljük meg a kalapunkat. Annál is inkább, mert ez, ebből talán kevesebb jutott ki a nyilvánosságra, bár a klub kommunikálta, hogy rengeteg sérüléssel, nehézséggel küzd most a Volán, és mégis így is ott áll a vesztett pontok tekintetében a második helyen tulajdonképpen a táblázaton. Nekem ami nagyon imponáló, és ezt is többször elmondtuk már itt, hogy korábban azért egy vereséget általában több vereség követett. Ebben a szezonban a csapat győzelmekkel reagál le minden egyes vereséget, ami valami nagyon erős erkölcsi, meg mentális egységről tanúskodik. Igen, hála Istennek, most így az öltözőben ilyen szempontból rend van a fejekben, hogy jól tudnak reagálni. Meg talán a szakmai stáb és a csapat közötti kohézió az, ami ebben az irányban erős idén, hogy azonnal tudnak reagálni egy-egy vesztes meccsre, ami sokszor egyébként a tőlük elvártnál gyengébb játékkal is párosult az utóbbi időben, de nyilván ez is érthető a tekintetben, amit azért te már itt felvezettél, hogy elég sok sérülttel dolgozunk, vagy dolgozik a szakmai stáb, főleg a hátvéd kontingensben azért hokiban, mikor mondjuk 8 hátvéddel dolgozik, és abból 4 sérült, 4 alapember, azért az jelentős problémákat vett fel, de látod az akadémiánkról, az akadémiánál működő csapatból feljátszó fiatal hátvédek azért tisztességgel mutatkoztak, betették a dolgukat. Egy kicsit igaz lett az a tétel, ami egyébként szerintem más sportágban is igaz, hogy amikor egy csapatot sérülések sújtanak, mondjuk fontos láncemek esnek ki a csapatból, akkor a többiek, ha megvan bennük egyébként, tehát fejben rendben van a csapat, megvan bennük a felkészültség, az állóképesség, minden, akkor egy kicsit mindenki, ha többet tesz bele a kalapba, amit máskor ugye könnyebben gondolkodnak úgy máskor, hogy hát majd a sztárjaink megoldják az adott mérkőzéseket, meg majd meglövik a megfelelő mennyiségű gólt. Egy kicsit mindenki többet rak bele, hogy ne szaporítsam a szót, és ebből az jön ki, hogy ez a csapat mentálisan erős, képes megújulni mérkőzésről mérkőzésre, és egyelőre lekopogom itt adásban is, hogy képes valóban gyakorlatilag tabella közeli helyezést tartani, immár hosszú ideje úgy is, hogy tényleg nagyon fontos embereink hiányoznak. Hát örülök, hogy egyébként, tényleg szó szerint örülök neki, hogy egyébként az itt most említésre nem került kosárlabda mellett egyébként a foci és mi is egy harmadik helyen tudunk tanyázni a mindegyünknek az adott bajnokságában. Szerintem ez egy jó dolog. Ez a fehérvári szurknak szerintem mindenképp öröm. Fantasztikus ősz ez ilyen szempontból, hogy még a röplabdásokat is emeljük ki, akik szintén veletlenek. Játszmát is alig vesztenek, és nemzetközi kupába tovább jutnak. Ugye a már látod, őket is most érte egy komolyabb sérülés pont a legutóbbi meccsben, ha jól olvastam. Mindenki utolér csak a sportban, sajnos ez benne van. És hát ugye beszéltünk itt a Vidi kapcsán arról, hogy olykor a kényszerekből jön ki jól egy csapat, tényleg hogy mondjam, a Parnassusra lehetne emelni téged is, meg Szélig Viktort is, Kis Dávid edzői kinevezése kapcsán, hiszen Dudu elképesztően jól egybetartja ezt a csapatot, és nyilván nem lenne edző, hogyha úgy nem dönt a Kevin Konstantin az elmúlt nyáron, hogy váratlanul hazamegy. Szóval néha az élet a legnagyobb rendező, tudom, hogy hosszú távon terveztetek ezzel, de hát mégiscsak ez egy váratlan kényszerhelyzetnek a tökéletes megoldása lett. Igen, az élet ilyen, ezt persze már pár nyilatkozatot tényleg elmondtuk Viktor is, én is, hogy gyakorlatilag ugye annyiban számunkra nem váratlan, hogy Dudu képes edzőként jól működni, hogy mi láttuk nap mint nap, meg évek óta, hogy fejlődik, és valóban igaz, ahogy mondtad, hogy Konstantin rendes időbeli távozása, tehát ez azont követő tervezett távozása után mindenképp szerettük volna, ha Dudu Kis Dávid kapja meg a marsalbotot magyar edzőként először az Ice Ligában szereplő csapat élén. Kevin tett egy szívességet nekünk most a tekintetben, amellett, hogy hátba döfött minket, és azt azért nem felejtettük el, de tett egy szívességet a tekintetben, hogy ezt a projektet kvázi automatikusan előre hozzuk, és a Dudu pedig visszaigazolta. Ez egy szerencsés kombinációja a döntésnek és a döntés következményeinek, hiszen nem kell magyarázkodnunk, hogy hát a meghozott döntésünk miért nem jött be, nem kell ilyennekkel foglalkoznunk, ezt megköszönhetjük annak, hogy tényleg a Dudu jól teszi a dolgát, és azt se felejtsük el, hogy jó stábja van,
azért Tyler Dittrichel, aki visszajött Székesfehérvárra, ők ismerik egymást, megvan köztük is a kohézió, nem csak a csapattal. Ezek mind-mind olyan apró építőkövei ennek az idei történetnek, amik jelenleg abban csúsosodnak ki, hogy harmadikak tudnak lenni a csapattal együtt, sérül hullám ide vagy oda. Hát de azért nem csak az RBD nem felejt, ezt Kevin Konstantin is jó, ha tudja, bár azóta ugye legutóbb azt hittem jön, mert ugye Csíkszered a edzőjeként ugye a Erste Ligában jelenése lett volna, de aztán ott is voltak problémák, hogy ő a tengeren túlon összeszedett. Itt volt végül is itt azon a mérkőzésen? Ja, itt volt ő Magyarországon, csak nem ült a padon. Azon, ugye egyszer a székelykonokság úgy gondolta, hogy azért a Jégkorong Szövetség... Mit nekünk egy amerikai tiltása? Meg a Jégkorong Szövetség, igazából a Jégkorong Szövetség tiltása ellenére hivatalos személyként jelölte kispadra, megkapták érte a bírságukat, és a székelykonokság addig azért már nem tartott, hogy utána is a további meccsekre is hivatalos személyként jelölte, de itt járt Fehérván egyébként. Többek között ezt azért is tudom, mert mi magunk is Viktoron keresztül folytattunk vele egyeztetéseket a köztünk fennálló jogi vita kapcsán. Ugye itt az ő személyek körül újra fellángolt ez a hogy és miként hagyta el a fehérvári és a magyar jégkorongot, és mit tett ez ellen a Magyar Jégkorong Szövetség, illetve a fehérvári klub. Hát a szövetség és a klub között annyi a különbség, hogy a klub azon melegében jogorvoslattal fordult a Magyar Bírósághoz még nyáron, amikor elment Kevin. Ezt a szövetség nem tette meg, vagy nem tudta megtenni. Nem tudom, nyilván meg kéne nézni, hogy ott pontosan milyen jogi formában volt szerződtetve Kevin. A mi álláspontunk egyértelmű. Uh-huh. Szerződésszeget épp ezért folyamatban van vele szemben nekünk egy jogi kárigényünk. Erről egyeztettünk is vele, ezért tudom, hogy itt volt egyébként, majd az ügynökén keresztül tárgyalunk, hiszen hogyha mi meg tudunk egyezni, mi nem szeretnénk bíróságra járkálni, de amennyiben ő tovább is úgy viselkedne, hogy egyébként először viselkedett, hogy kvázi magasról tesz arra, hogy mit gondolunk mi arról, hogy ő ilyen formában itt hagyta Magyarországot, akkor bizony azért a magyar önbecsülés és a magyar érdek mentén azért végigvisszük a sztorit. De milyen népszerű lenne egy ilyen nyilvános pódiumbeszélgetés Kevin Konstantin és Kovács Danival? Nem? Az azért nagyot menne, nem? Igen, még a Vojvoda Dávidot és a szolnoki szurkolókat kell a teljes barátsági szeretet jegyében. Lehet csak gyűjteni hozzá. Friss akkumulátort kell tenni a kisipoló készülékbe, tudod? Na minden esetre lesz ezek szerint még Konstantinak azért meccse, vagy lehet Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, sajnos ennél mélyebbre nem tudunk belemenni a témába, de azért jó volt ez így is, meg hát sok mindent kitárgyaltunk. Jövő héten folytatjuk természetesen itt a kezdőkörben. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.